Sziasztok, és üzenetitek el a következő a Slime Time, hashtag JagerSlime napon, itt Slime szombaton, srácok, amikor ezt a videót én felveszem, szombat van, és Slime-ot csinálunk, szombat Slime, szerda Slime, minden, ez betűs nap, Slime. Szóval srácok, ma nem! Slime-okat fogunk tesztelni, mármint fogunk tesztelni. Miután elkészítettük ma, ismételten slime-ot fogunk csinálni a slimeboxból, mert múltkor írtátok, hogy nem próbáltuk ki a pigmentet, nem próbáltuk ki a másik színezéket. Úgyhogy csináljunk slime-ot, srácok. Slime time-kor slime-ot csinálunk. Igaz. De még mielőtt elkezdem a videót, hogyha te Minecraft-fan vagy, akkor az MC Shop-on megtalálhatóak az új Minecraft-os termékeink, MC Shop... termékeim. mcshop.hu, perre nosik, alsó van a Gergo, de lent van a link a leírásba, csekkod le, nagyon-nagyon király Diamondos sorozat. Úgyhogy srácok, a mai videóban, mint ahogy a címből szerintem látjátok, egy narancsárga slime-ot fogunk csinálni, amiben rózsaszín csillámport teszünk, egy kis fekete csillámmal, és éjszaka sötétbe világító pigmenteket is teszünk a slime-ba. Meg megnézzük, hogy az előző alkalommal készített kék csillogó slime-unk hogy viselkedik egy héttel, vagy majdnem több mint egy héttel később. Úgyhogy srácok, hogy ha ti várjátok a hashtag slime time-ot, és tudjátok, hogy mit csinálunk legközelebb, akkor első lépés, nyomjatok erre a videóra egy óriás lájkot. Második lépés, írjátok le kommentbe, hogy legközelebb mit csináljunk, milyen slime-os királyságot csináljunk. Régen csináltunk már nem boraxos slime-ot, tehát találtok ki valami nem boraxos király slime-ot. Vagy mit tudom én, bármi, ami az ötletetek, írjátok le, mert együtt szoktunk slime-okat készíteni, ez maradjon is így ezen a csatornán, mi így ketten, te és én dolgozzunk együtt. Köszönöm, üdvözöllek a csapatban. Na jó van srácok, most akkor szemkontaktust tartunk, átváltunk a slime tesztelőasztalra, és elkészítünk valami királyságos slime-ot. Ha készen állsz, forgassuk meg azt a kijelzőt, és gyerünk a slime asztalra. Na mehet? Na szóval akkor... Nem ezt a spatul, nem csak ez az egy spatula szükséges nekünk, de szükséges ez a kis spatula, hanem kell lesz nekünk egy doboz, kell lesz nekünk egy aktivátor, kell lesz nekünk egy ragasztó, kell lesz nekünk egy színezék, kell lesz nekünk egy sötétben világító por, kell lesz nekünk csillámpor 1, és kell lesz nekünk csillámpor 2, ez pedig dobott egy szaltót. Ezek kellenek a mai slime-unk elkészítéséhez, és meg is mutatám nektek az előző slime-ot, amit több mint egy hete csináltam, lassan 2 hete csináltam. Szagoljátok meg, nézzétek meg, hogy milyen az állaga, és hát hallgassuk meg. Kicsikét szakadósnak tűnik, lehet, hogy csak át kell gyúrni, ugye? Az illata nem vészes, nem azt mondom, hogy illatos, de nem vészes. Ez a slime amúgy, ezt amikor elkészítettem, és azt mondtam nektek, hogy egy, hogy is mondjam nektek, ilyen kicsikét gyurmás állaga van, tehát nem ez a folyós zselé slime, hanem ilyen rágós slime állaga van. Így amúgy az egy 2 hét elteltével, és nem is tudom, mikor csináltam azt a videót, természetesen beteszem a linkjét oda oldalra. Azóta sok idő eltelt, de nem büdösödött be, nem rohadt be. Tökéletesen slime-os hatást kelt, még most is szép rózsát lehet belőle csinálni, úgyhogy ez mehet is vissza a dobozba, tovább aszalódni, és akkor vegyük is ki az új dobozt. Itt is van az új dobozunk. Na. Mint látjátok, teljes mértékben üres, ez nem csalás, nem ámítás, a doboz ténylegesen üres. Fogjuk is a ragasztónkat, és bele applikáljuk a friss, finom ragasztót. Na szóval mehet is a ragasztóöntés, csak hogy biztosan jól lássátok. Yeah, boy! Öntjük is a ragasztót szépen bele. Amúgy egyáltalán nem, tehát most, jaj ne, az asztalra is ment. Az asztalra nem kell ragasztó, csak bele az edénkébe. Ennek a ragasztónak van ilyen illata, tehát a slime nem, hogy nem büdösödött meg, ugyanilyen illata van, mint amilyen volt. Még egyszer srácok, az asztalra nem kell ragasztó, ez fontos. Ez fontos tudnivaló. Na és akkor, először tesszük bele a színezéket, és ez az, amit így le kell vágni. Nem, ez az, amit nem kell levágni, az aktivátor az. Szóval... így, né?
keverjük is el, szép narancssárga tavaszi. Miért? Nem tudom, miért mondtam tavaszit. Nem is akarok bele annyira sok színezéket tenni, mert szeretném, hogyha majd inkább a csillámporok dominálnának. És ugye mondtam, hogy ebbe háromféle port is teszünk, tehát a színezékre én vissza is teszem a kupakot. És mehet bele egy kis rózsaszín, csillámpor, hoppá, ez kicsit nagyon sok rózsaszín csillámpor lett. Ó, wow. Különleges. De úgy néz ki, hogy így, hogy kicsit berózsaszínesítette az egészet. Úgy néz ki, mint egy kis krémsajt, nem? Mint amit a moziba adnak a nachoshoz. Jó, ebből ennyi elég is lesz, mert ez annyira nem csillám. Ő a csillám, tehát ő nagyon csillám. Nagyon csillám. Júj, de megöntöttük. Ez rettenetes csillámos sajt slime. Nem olyan? Júj, ez a nagyon csillogó sajt. Már kicsit penészes sajt, látjátok? Olyan, mint a kicsit bepenészedett sajt lenne. Na, hát ez furin néz ki. Lehet, hogy nem ezek voltak a legjobb színkombinációk. De nem gond. Ez a sajt slime. Rakok hozzá egy kis színezéket, hogy sajt slime legyen. Tényleg sajt. Ennek amúgy most nézem, hogy oké, narancsárga, de ez inkább sajt. Ez inkább sajt narancsárga, mint sima narancsárga. Meg is kutyuljuk. Na, most már tényleg nagyon sajtos. És akkor beleteszünk éjszaka sötétben foszfaleszkáló pigmentet. Így né. Mennyit tegyünk bele? Azt akarom, hogy nagyon világítson. Jó, ez lehet, hogy kicsit sok lett. Jó, de érdekes állaga lett tőle. Ezt jól kutyuljuk el, mert nehogy elrontsa itt nekünk a slime-unkat. Jó, easy darabos lett, tudjátok, mint amikor főzünk, csinálunk valamit, és rosszul öntjük bele palacsinta tésztába, nem dolgozzuk el eléggé, és darabos lesz a palacsintánk. Ezt mi nem hagyhatjuk. Ezt inkább visszazárom, mielőtt beszívok a pigmentportól. Na! Srácok, kicsit darabos a tésztánk, de majd sütéskor megoldódik. Ugye ez tényleg olyan, mint a sajt slime lenne, nem? Mint a nachos sajt. Mindjárt hozom a nachoszt, és mártogassuk. Tök jó, remélem nagyon fog világítani, nagyon fog foszforeszkálni a sötétben. Nem feleslegesen raktunk bele ennyi pigmentet. De nagyon darabos. Úgyhogy activator time, a kedvenc részem a slime készítésbe, az aktiválás. Mehet bele pár csepp aktivátorra, ova, és akkor aktiválás van. Yeah, boy, aktiválódik. Szerencsére nem gond, hogy a fél üveg pigmentet belöntöttük. Beaktiválódik a sajt slime-unk, srácok. Hashtag sajt slime, akinek tetszik a sajt slime. Akinek tetszik a sajt slime, az hashtag sajt slime. Ezt most jól elmondtam, mi? Azt nézem, hogy ez ennyi aktivátortól is úgy beaktiválódott. Ez ilyen nagyon könnyen aktiválható slime ragasztó. Így né. Tudjátok, az aktiválás folyamata a slime készítés legfontosabb része. Óvatosan, lassan kell, nem úgy, mint én. Hogy az egészet bele. Nem, de tényleg óvatosan, lassan kell. Jaj, nézzétek, már kirepült egy darab. Amúgy ez már lassan kész is van. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy na, eleget ASMR-kodtunk szerintem. Amúgy még ebben maradt aktivátor, tehát szerintem ez egy adaghoz nagyon sok aktivátor. Ha megvan mindenünk, akkor teszteljük is le. Igen, tehát ez már aktivált slime. Ezt nem szabad tovább aktiválni, mert akkor túlszakadós lesz. Tehát ez egy készen álló slime. Ez teljes mértékben készen van, hashtag sajt slime. Darabos sajt, ez teljesen olyan, mint a nachoshoz, amit adnak slime, vagy mi az Isten sajt. Mert olyan rózsaszín, ez a nagy darab rózsaszín dolgok itt benne. Nagyon gusztán néznek ki. Srácok, ilyen a sajt slime, hoppá. És akkor megvárjuk, hogy egy kicsit feltöltődjön itt a fényben.
és aztán bevisszük a, nem tudom, a WC-be, vagy valahova, ahol teljes mértékben sötét van a lakásban, és megnézzük, hogy ez a rengeteg pigment, amit hozzáadtunk, ez működik-e? Mukodj! Hashtag mukodj slime, úgyhogy menjünk is valami sötétségbe, és lessük meg, mit szóltok hozzá. Látszik? Igen. A kamera nem teljesen adja vissza, de világít, várjál. Aha, látjátok? Tehát ott van, nem, pedig még is, hogy belöntöttem a fél doboznit, mondjuk a tartója az király. Tehát ha kiteszitek a napra, szerintem egy óra alatt, vagy lámpa alá közel, akkor működni fog. De amúgy király, jól néz ki, nem? Uh-huh. Érdekes. Na szóval, srácok, láttátok, hogy sötétben is világít. Igen, egy kicsit tölteni kell értelemszerűen. Én itt egy lámpa alá tettem be, és ott hagytam vagy 2-3 percig. De igenis működik a sötétben, tök királyságos lett. Mondjuk biztos, hogy jól kellett világítsen, mert belöntöttem a felét az egésznek. Úgyhogy nagyon-nagyon király, nachos szósz. Sajtszósz slime-ot készítettünk, akinek tetszett, az veresen erre a videóra egy lájkot, és ahogy mondtam a videó elején, várom az ötleteteket lent kommentba. Úgyhogy srácok, köszönöm, hogy itt voltatok, ha tetszett nektek ez a videó, ahogy már megbeszéltük, tudjátok, nyomtok egy lájkot, tök egyszerű, és ha szeretnétek nagyon-nagyon menő Jager slime-os, az a Jager slime-os, Jager Minecraft-os, vagy sima Jager-es termékeket, mind a kettőnek lent van a linkje a leírásban, még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok. That's what I thought. Ez nem én voltam. Tudjátok, ez a Jagerbot volt. Na, szóval csatlakozzatok egy feliratkozással napi királyságos videókért minden nap 18 óra 00-kor. Találkozunk holnap, meg minden nap. Sziasztok!